tisztelt tanárok, pedagógusok megjelentek, mindenki, aki itt van közöttünk, hadd köszöntsek külön valakit, itt van közöttünk Polgár Laci, aki Gyimes, bocsánat, Moldvai Csángó, és a Moldvai Csángó Szövetség elnöke, testvére öccseivel járt ezzel az iskolában, a képeim is valamelyik tablón. Tudja a fiatalok is, bocsánat, mert a leányokat és a legényeket szeretném külön köszönteni. Ettől kezdve, ha szabad, átváltok szegeződéssel, nem tudom, mert esetleg megengedett minket. Tudjál valamelyikök közül, hogy ki volt Gondzsa Bojácsi jó? Felnőttek közül valaki csak, vagy borítás? Tud-e keresen? Na és akár tudja. Teréz anya, így már jobban megy? Teréz anyáról hallottatok. Teréz anyáról érdemes azt tudni, hogy 1979-ben, amikor megkapta a béke Nobel-díjat, akkor megkérdezte tőle egy riporter, hogy ő minek vallja magát. Azért kérdeztem meg, mert ő Koklin született, albán származású volt, katolikus keresztényként érte is az életét és nevelkedett, de Indiában gyógyított, és ott segítette a szegényeket, betegeket. És a következő választ mondta. Vér szerint albán vagyok, albán állampolgárság szerint indiai, és katolikus nővér vagyok. Küldetésem által mindenkié vagyok, de szívem egyedül csak Jézusé. Hú, de bonyolult. Albán is, indiai is, katolikus nővér, de ami talán a legfontosabb, és ezt emelte ki, az, hogy szíve egyedül Jézusé. Kedves fiatalok, ez a nővér, Teréz anya, körülbelül 160 cm magas volt, talán még annyi se. Hogyha itt összetalálkoznánk bármelyik faluban, Csíkszeredán, vagy bárhol, és nem abban a ruhában lenne, amiben megismert őt a világ, senki nem menné észre. Törékeny alkat volt. Törékenyen élte az életét, betegesen élte az életét sokszor. El is küldték kicsit gyógyulni még fiatal korában a hegyek közé, ilyen gyönyörű hegyek közé, ott Skopje közelében, azért, hogy megerősödjék. És mégis ez az asszony felnőtt korára a hite segítségével, a szüleinek, a nevelésének a segítségével, és abban a közösségben, amiben ő nevelkedett, katolikus közösségnek a segítségével, lelkileg is, de hozzáteszem fizikailag is, olyan erőssé vált, hogy attól kezdve oda mert menni a legrászorultabb emberek közé. Gondoljatok csak bele, hogy micsoda lelki erő kell ahhoz, hogy egy leprás beteghez oda menjünk, és gyógyítsák. Micsoda lelki erő kellett neki ahhoz, és utána azoknak a nővéreknek, segítőknek, akikkel együtt dolgozott, és együtt élte az életét, hogy a legszegényebb embereket is fölkeresse. És ugyanez az asszony minden alkalommal, amikor megtehette, amikor előtte volt egy mikrofon és sok emberhez szólhatott, akkor felszólalt az emberek elesettsége ellen, felszólalt a legszegényebbek érdekében, felszólalt a védtelen magzatok érdekében, hatalmas nagy támadást indított nagy nemzetek, nagy vezetőivel szemben, hogyha békétlenséget szítottak, ha háborút akartak elindítani, vagy a magzatokat meggyilkolni. Megdöbbentő az az életében, érdemes olvasni róla, sokat, sok-sok szép könyv jelentik róla, hogy ez a törékeny asszony hogy tudta adott esetben jó irányba vinni azoknak az államfőknek, elnököknek, minisztereknek a gondolkodását, akik egy-egy ország, de sokszor az egész földnek a gondolatát próbálták megváltoztatni. Az irányát akarták megváltoztatni. És hogy tette ezt meg? Miért tudta ezt megtenni? Egyértelműen azért, mert volt hite, tanult a szüleinek a segítségét. A katolikus egyháznak a segítségét, amit ő megkapott, azt ő beleépítette egész életébe, a gondolkodásába,
beleépítette a lelkébe, és ez adott neki lelki erőt, senki nem tántoríthatta le erről az útról. Amikor ti egy ilyen nagyszerű iskolába jártok, csodálatos iskolába jártok, akkor hatalmas nagy lehetőséget kaptok meg, és hasonló lehetőséget kaptok meg az életre, mint amit megkapott annak idején Teréz anya. Hasonló lehetőséget, hiszen többször jártam itt, meg is ismerhettem Lajos atyát, néha tanítókkal, tanárokkal is találkozhattam. Voltam itt néhány évvel ezelőtt a kicsöngetési ünnepségen, és mindig is azt az emberséget tapasztaltam meg, amire a legfontosabb a gyermekek oktatásában, és talán még fontosabb a nevelésükben. Lajos atya talán nem emlékszel rá arra az esetre, amikor 3-4 évvel ezelőtt Csíksomlyói búcsúkor volt pont a kicsöngetés, talán másnapján vasárnap, és itt volt kint a gyönyörű ünnepség, énekek, versek, köszöntők, és egyszer csak oda szaladtál a mikrofonhoz, és azt mondtad, hogy aki odaállt egy kocsival a temető bejárata elé, az legyen szíves most kicsit odébb állni, mert kedves gyermekeim, az élet az ilyen, hogy ti most bal laktok. Ti most az élet egy másik szakaszára készültök. De itt most egy imes felsőlokiak valakit temetnek. És ez is az élet része. Számomra is, én néztem a gyerekeket is, néztem a felnőtteket is, akik ott voltak. Ez a tanításnak, a nevelésnek egy olyan része volt, hogy az, amikor ünnepelünk, amikor örülünk a gyerekekért, hogy ők egy a fiatal világból, a felnőtt világba belépnek. De mindemellett pedig volt egy olyan esemény itt a faluba, ami megint csak része az életünknek, amikor elbúcsúztatnak egy embert. Azt hiszem, mindenkinek többet ért egy egész érettséginél. Éppen ezért, kedves megjelentek, tisztelt megjelentek és kedves gyermekek, mi Magyarországról, akár a kormány részéről, akár az ott élő emberek részéről, mindennapi segítséget nem tudunk adni. Azt itt a szüleitek, itt a tanáraitok, pedagógusok, nevelők adják meg. Papbácsi és azok a papbácsik, akik itt vannak ebben a csodálatos környezetben, ebben a csodálatos völgyben. Nem tudunk minden nap segítséget nyújtani semmilyen módon nektek. De részben egy picit azért mégiscsak a mindennapokhoz hozzá tudunk járulni, és ezért is örülök Lajos atyának álhatatos, idézőjelben mondom, rámenős, segítségkereső munkájának, hiszen tudom azt, hogy évek óta próbálja 19 év után az iskola, a kollégium után a tornateremnek az építését is megvalósítani. Nyáron itt járhattam még egyszer, és nagy örömmel láttam, egyben csodálkozva is az építkezést. És akkor mesélte Lajos atya, hogy hát a munkája ebben a tekintetben sikerrel járt, hiszen túl azon, hogy néhány hónappal vagy évvel ezelőtt a Szeged-Csanádi Egyházmegyés püspök atya, Kisligó László is már segítséget nyújtott a tornaterem, Kisligó László püspök atya segítséget nyújtott a tornaterem építéséhez, most a magyar kormány részéről 200 millió forinttal tudjuk támogatni ezt a csodálatos munkát, amit ott van. A taps nyilván nem a magyar kormányt illeti. Már biztos sokat tettek ezért, akár a miniszterelnökségen Lázár János államtitkár, vagy sokan mások, akik meghallották a hívószót. A taps Lajos atyát illeti, és neki is szólt, remélem, nem pedig az én bejelentésemnek, mert remélem, hogy egy éven belül, vagy egy év múlva már egy avató ünnepségen lehetünk itt közösen. Egy tornaterem nem csak arra jó, hogy ott erősödjetek, nektek nem is kell. Aki annyi gyalogol, mint ti, azoknak nem kell. Aki annyi dolgozik a földeken, azoknak olyan erős markuk van, hogy igazából nem kell húzockodni, nem kell mindenféle erőgyakorlatokat megtenni. De egy tornaterem arra viszont nagyon jó, hogy közösséget építsen. És a hit mellett, amit itt megkaptok, a kereszténység mellett, amit itt megkaptok,
a tudás mellett koszinusz, szinusz, bocsánat, tanár úr, ide nézek, magyar tanítás mellett, amit itt megkaptok, és külön szeretnék gratulálni a legénynek, aki ezt a csodálatos verset elmondta, és ahogy elmondta, és amilyen bátran elmondta. Az is része az életeteknek, de ugyanígy a közösségre való nevelés, az nagyon fontos. És ahhoz, hogy ti megmaradjatok csángó magyarnak, akár gyimesi, akár moldvai csángónak, akik pedig nem csángó földről érkeztek, vagy gyimesből, vannak közületek néhányan székelyföldről is, hogy megmaradjanak székelynek, ahhoz a közösség is szükséges. És remélem, hogy ehhez egy kicsit, egy szeletet hozzá tud adni az építkezés és a megvalósítás is. Én néhány évvel ezelőtt, amikor nem voltam még ilyen magas pozícióban, mint most, akkor kétszer is, vagy talán háromszor is táboroztathattam magyar faluból gyerekeket, fiatalokat. 70-80 fiatal volt. Az első napokban meg se értettük egymást. Annyira más nyelven beszéltek, annyira más szavakat, mondatokat használtak. Oda kellett figyelnem, hogy megértsem a beszédüket, főleg amikor egymás között beszéltek a gyerekek, magyar falusi csángó gyerekek. De az az énekkincs, amit átadtak, az a humor, amit átadtak, az a szépség egyébként, amivel gyerekekben benne van, minden szempontból, lelkükben is, és a tekintetükben is, az hatalmas volt. Hatalmas élmény volt nem csak számomra, hanem mások számára is. És én ezt szeretném, hogyha ezt meg tudnátok őrizni. Ezt szeretném, hogyha ez az iskola most már nem csak a gyimesi csángók többségének, nem csak székelyföldről érkezőknek, hanem a moldvai csángóknak is minél nagyobb létszámú otthont adhatna. Hiszen a cél az nem csak az, hogy adott esetben megtaláljanak, vagy visszataláljanak a magyar identitásukhoz, a magyar gondolatukhoz, hanem legalább olyan fontos, hogy a hitük is megmaradjon. Ha csak magyarrá neveljük őket, idézőben mondom persze a csapot, az kevés. Ha a hitet nem kapják meg, nem őrzik meg azok a fiatalok, akik Moldvában egyébként hittel élik az életüket, akkor bűnt követünk el velük szemben. Akkor nem éri meg az a fáradtság, az a veszőség, az a sok-sok munka, amit erre a területre fordítunk. Éppen ezért bíztatom Lajos atyát, bíztatom elnök urat, Lászlót, hogy ezt a munkát a következő hetekben, hónapokban, akár Györdelek Lajos atyának a segítségével is közösen nem kezdjétek meg, hanem folytassátok, amit eddig tettetek. És hát befejezésül kicsit hadd írjam át Teréz anyának a gondolatát, hogyha titeket 10 év múlva, 15 év múlva, amikor átveszitek a béke Nobel-díjat, amikor átvesztek egy kitüntetést, dicséretet kaptok bárhol is, sosem lehet tudni, hogy közületek ki hova kerül, és milyen szolgálatot tesz, akár nemzetért, akár családjáért, településért, de akár egész földért, egész emberiségért. Akkor megkérdezik tőletek, honnan vagytok, minek valljátok magatokat. Akkor bátran merjétek azt mondani, hogy vér szerint székelyek, magyar csángók vagytok. Születtetek Romániában. Állampolgárságotok román és magyar. Hitetek szerint katolikus keresztények vagytok, de a szívetek Jézusé. Köszönöm figyelmet!